Az órát már az ókori civilizációk is definiálták, az emberiség fejlődése során pedig egyre fontosabb szerepet kapott. Az első áttörést a mechanikus óra megjelenése jelentette, egy évezred elteltével mára pedig már bárhol megtudhatjuk a pontos időt. Ennek több szerepe, illetve előnye is van, az egyik ilyen az energia megtakarítás. Magyarországon 1980 óta megszakítás nélkül alkalmazzák a téli és nyári időszámítást. Ezt egy Európai Uniós előíráshoz igazodva kormányrendelet szabályozza hazánkban. A fiatalabb Y és X generáció számára, akik 1980 után születtek, természetes az évenkénti óraállítás. Ők ugyanis már ebben a rendszerben nőttek fel. Az óraállítással évente mintegy 100-120 ezer megawatt óra villamos energiát takarít meg az ország, ami körülbelül 30-40 ezer háztartás, tehát egy közepes méretű magyar város teljes éves energia szükségletével egyezik meg. Ez korábban a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT nyilatkozta televíziónknak. Ez pénzben is kifejezhető, mintegy 4-5 milliárd forintot jelent. Az újabb tanulmányok azonban azt bizonyítják, hogy az energiahasználatban mért különbség mára elenyésző. Az Európai Unió nemrégiben egy közvéleménykutatást végzett 4,6 millió ember közreműködésével. Ebben a válaszadók 84%-a úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné fél évente átállítani az órát. Eddig szinte mindenében volt valaki, aki felemelte a szavát az óraállítás ellen, most pedig az Európai Unió is döntött. 2019. októbertől eltörlik az évente kétszer esedékes óraátállítást. A tagállamoknak pedig áprilisig lesz idejük dönteni, hogy a nyári vagy a téli időszámításhoz tartják magukat. Ebben az évben október 28-án vasárnap hajnali 3-kor kell 2 órára visszaállítani az órát, ekkor kezdődik a téli időszámítás. Az Európai Unió döntése értelmében ez lehet az utolsó előtti óraátállítás, ha Magyarország a nyári időszámítás mellett döntene, ugyanis márciusban még egyszer kötelező az állítás. Ha viszont a téli időszámítás mellett dönt hazánk, akkor jövő októberben várható az utolsó óraátállítás.